tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a Bölcsek szakiskolája. Látogass el honlapunkra a www.jeansclub.hu weboldalra, és töltsd le aktuális online kuponunkat. Jeans Club. Dress up your life. Cégünk országos hálózattal támogatja az álláskeresőket és munkaadó cégeket. Ha ön is bízik egy hazai tulajdonú tanácsadó cégben, építse velünk karrierjét vagy munkatársai csapatát. Ön daganatos beteg és nem tudja, kitől kapjon választ a kérdéseire? Kinek mondhatja el rákos betegként gondjait? És kihez fordulhat segítségért problémáival a gyógyuláshoz vezető úton? Ha ön már gyógyult, hol mondhatná el más betegeknek is a történetét? Hogy ki és mivel segítette idáig? Mindenre lehetőség nyílik a nem sokára induló Élj újra versenyben a rákkal című műsorunkban. Kedden este 8 órától két hetente megjelenő adásainkban onkológus, valamint dietetikus szakértők segítik a rákbetegeket, továbbá bemutatunk betegszervezeteket, tanácsadó szolgálatunk pedig fogadja hívásaikat. Élj újra! Sportosat. Híradónk vendége Mikolci Zoltán, Overdose társ tulajdonosa. Szervusz, üdvözöllek! Jó napot kívánok! Akkor szia. Most duplán boldog ember lehetsz, hiszen nyert fél év után, fél év állás után Overdose, illetve majdnem egy napon, ugye nyerés napen, és majdnem az a napon volt a születésnapod is, egy nap híján, jól tudom, ugye? Igen, 18-án volt a születésnapom, úgyhogy ennél szebb születésnapi ajándékot nem lehet tett volna még elképzelni. Szándékosan állítottad erre a napra, erre a dátumra Overdose, mert tudom azt, hogy több időpont közül és több helyszín közül választhattál, hogy hol fog újra versenyezni Overdose. Nem. Mondhatnám azt is, hogy a 2009-ben április 19-én futott a Kincsen Parkba, egy nappal a születésnapom után, de nem ez játszott közre. Itt most kimondottan az volt a cél, hogy olyan versenyt találjunk Overdose számára, ami a május 20-ai következő megmérettetése előtt 5 héttel, minimum 5 héttel történne. Ez Angliában lesz, ugye? Az majd Angliában lesz. Itt ugyanis a versenyeknek a sorrendjét, a kiírását az évente ismétlődően szinte majdnem ugyanakkor tartják a nagyobb versenyeket. Az volt számunkra kinéző, hogy április 17-én kellett volna lenni Milánóba a Premio Certosa nevezetű versennek, viszont a versenyszervező úgy döntött, hogy ezt a versenyt április 24-én, egy hét múlva, tehát húsvét vasárnap tartja meg, és az idomárnak a kimondott kérése az volt, hogy a 4 hét az már kevés lenne Overdose-nak, hogy megjövünk Milánóból, tehát egy utazás, rápihen, fölkészítés, és még figyelembe kell venni, hogy ha Angliába akarunk futni, akkor Angliában minimum 2 napra szét kell osztani az utat, ilyenkor, amikor már versenyfölkészítés van, normális esetben egy nap alatt lehetne, csak azért, hogy a ló edzettségi és a edzettségi állapotát figyelembe véve ne álljon be törés, minimum 2 napra szét kell osztani az utat, és akkor az nagyon sok lett volna. Tehát így jött ki, hogy mindenképpen április 17-e lett volna. Lett volna egy másik megoldás is, hogy április 10-én futott volna szintén Milánóba egy kondicionálta kategóriájú versenybe, amit a versenyszervező, amikor egyeztettünk vele, azt mondták, hogy behunják a szemüket, és futhat Overdose ebbe a versenybe. De a kondicionálta kategória az úgy van Olaszországban kiírva, hogy csak azok lovak, olyan lovak startolhatnak benne,
akik ott kezdték a pályafutásukat Olaszországba, illetve hogyha előtte levő évben érvényesen futottak grob versenybe Olaszországba. És ez nem történt meg, nem jó, egy volna, a lényeg, hogy nem mertük bevállalni ezt az egész, nem mertük belemenni egy olyan fiaskóba, hogy utána végül megvádoljanak bennünket, hogy diszkvalifikálnak, és akkor nagyobb botrán lett volna, és így jött aztán az április 17-e, hogy a Hopegarteniak itt versenynap volt kiírva, és a versenyszervező jelezte, hogy ő nagyon-nagyon szívesen kiírna akkor számára versenyt, és aztán így indult el az együttműködés, amit aztán végül egy versenybe kötött ki. A lényeg az volt, hogy 1000 méterre legyen a táv, egyenes távon, és hát hogy ez... Na, hogy futott, akkor minden igazak azt meg is tudjuk mutatni akkor itt a kedves nézőknek, hogy Dózi hogyan is nyert Németország. Van, ahol ugye nagy szeretettel fogadták. Shot to nothing, Arturo. Alles klar, die Fahne ist oben. 1000 Meter stehen an zum Hoppegartner Fliegerpreis. Alle Kandidaten sind hier auf die Reise gegangen und die Kandidaten streben an die Außenseite. Natürlich, Fenella Rose probiert es als Erste hier, Overdose mitzuhalten. Aber Overdose ist gleich in Vorderlinie erschienen. Overdose und ganz außen Xi, der hat die Außenseite erwischt und galoppiert noch als Einziger an der Seite von Overdose. Overdose und Xi. Overdose führt vor Xi an der Außenseite. Dahinter Fenella Rose mit Shot to Nothing und Mike Stone. Dahinter dann Zephyr und weiter in der Bahn mit der Arturo, aber vorne ist Overdose, der hat jetzt Xi an der Außenseite abgelöst. Overdose ist hier voraus. Es sind noch ca. 350 Meter bis zum Ziel. Overdose und Andreas Lubovic hat die Spitze und er löst sich jetzt. Overdose vor Xi, dahinter Fenella Rose mit Shot to Nothing. Hier kommt er, liebe Zuschauer, hier kommt Overdose. Andreas Lubovic schaut sich um, da kommt aber keiner mehr. Overdose auf dem Weg zurück zu großer Klasse. Wir werden es sehen. Heute gibt es keinen Gegner in Hoppegarten gegen Overdose. Overdose gewinnt gegen Shot to Nothing. Zephyr Dritter vor Fenella Rose, dahinter Arturo Foxy mit Always Winner, mit Ninja Fighter, mit Mike Stone, aber das interessiert nicht mehr, was da hinten los war. Vorne Overdose, überlegen, gewonnen im Hoppegartner Fliegerpreis. Overdose. Hát igazából azt hiszem, hogy a hivatalos eredmény az 6 lóhoz volt, de itt látván ezt a stílus nem is az volt a fontos, hogy hálló hosszú. Hát már végén már kiengedett, már teljesített. Ugye jól látta, ugye sok már... Sok esetben ilyen ért, hogy a zsoki csókokat dobál a közönségnek, még meg is büntetik. Hát természetesen ott azért ez nem történt meg, mert valamiképpen szemet hunytak Szubaricsnek a tevéke, vagy a... Most akkor ő lesz most már végig, akkor a Dózinak a zsokéja? Nem menjünk azért ennyire elébe. Egy biztos, hogy ez a verseny igazolta azt, hogy fantasztikusan érzi Overdose-t, és Overdose, tehát nagyon jó a közöttük levő együttműködés. Még most korai róla beszélni, hogy ki lesz rajta a következő versenyében a zsoké. Azt mondják, hogy gyakoroltattátok a startgépbe állást, ha jól tudom. Ennek ellenére itt is 34. próbálkozás után állt be csak a Dózi. Ez egy dolog, amit úgy a régmúltból hozott magával. Igaz ez a megállapítás? Hát inkább most azt mondanám, hogy hál' Istennek a stílusát és a formáját magával hozni. Valóban így van, hogy próbáltuk stimulálni azt a helyzetet. Tehát minden nap munkába menet és munkából jövet, átmennek ezen a kapun, nem csak ő, hanem a többi ló is, de azért más egy tréninghelyzet, és más a versenyhelyzet. Izgultál nagyon, hogy be fog állni, nem áll be? Igen, lényegében ennek a kérdése valóban itt az volt a nagy kérdés, hogy mentálisan sikerült-e őt erre a versenyre ráhangolni, hogy elfeledtetni vele a Baden-Badeni kisiklást. Tehát a ló sokkal, visszatérve az előző gondolathoz, a ló sokkal okosabb, intelligensebb, mint gondolnánk, és ő nagyon-nagyon jól tudja, hogy mostan csak tréningről van szó, és most pedig versenyről van szó, és a versennél adrenalin olyan magasra emelkedik, és lényegében a ló egészen megváltozik a verseny előtt, felhúzza magát, fölpörög, szinte vérbe forognak a szemei, és ő mindenképpen teljesíteni akar. Tehát ez a hatalmas... Már teljesíteni akar, mert ugye az a bizonyos nap, amikor elvesztette a veretlenségét, most már teljesen egyértelmű, hogy a ló azt akarta jelezni felé.
beszéltek, hogy ő aznap hogy ő nem akart versenyezni. Igen, tehát hogy nem volt arra ráfér. Tehát itt azokra, ez a lóversenyzésnek valójában a művészete, hogy ő rá kell, tehát a ló nem tud beszélni. Egy sportoló megmondja, hogy most oké, nem jó, mi a bajom, hogyan vagyok, hogyha emberről van szó, a lónál erre nekünk rá kell jönni. És ez ennek az egésznek a művészete. És milyen nehéz, mert ugye a lónak is, és a zsokkénak is egyszer egy napon kell jó formában lenni, és mind a kettőnek ugyanazt kell akarnia. Mert ha már a ló nem akarja, akkor már a zsokké legfeljebb küzd, harcol a lóval, de annak már... Nem is, hogy egy nap, hanem ezek az árukodó jelek napról napra mutatják, hogy a ló formában van, a ló rendben van, a lótól várható, hogy maximálisan teljesítsen abban a versenyben. Tehát itt is már az előtte lévő jelek, előző napok már azt mutatták, hogy nem lesz semmi gond overdose-zal. Egyedüli kérdés a startgépbe való betevése. Ezért is történt az, hogy ide mostan a tréner a két fiát magával hozta, és külön kérésre részt vettünk a procedúrába. De hát ahogyan láttuk, vagy ahová ezen a képen nem lehetett látni, bizony ez volt talán a Hoppegarteneknek egyedüli egy hiányosságuk, hogy olyan nem fölkészült emberek álltak kint a startgépnél, volt közöttük nő is, volt közötte ilyen diák, aki nem tudja, hogy van. És mindenképpen kell oda a tapasztalat, kell oda olyan emberek, akik tudják, hogy van. Nem lett volna, az indulás előtt volt egy momentum, amikor Oledos megkapta a kapucniát, csinált két kört, és azzal a lendülettel szépen vezette be őt a startgépbe, és talán csak a hátsó combja volt neki kint, és valamiképpen akkor megtorpant, és visszament. Uh-huh. Tehát, hogy ha határozott emberek lettek volna ott, akkor abban a pillanatban csak egy kicsit megtolják, akkor így viszont utána megint egy kicsit játszadozott ott az emberekkel. Mert rájött, hogy lehet játszani az emberekkel, mert olyan emberek.